hasznos tudnivalókat tudtok nekünk mostani. Utána pedig Jó Lajos barátunk fog nagyon fontos dolgokat mondani nektek azok vizével kapcsolatban. Igen, nagyon szépen köszönöm, szeretném is bemutatni mindjárt Évát. Annyi a lényegét az egésznek, hogy ez a bizonyos vízhorizontalizás nem szól másról, mint a vízzel kapcsolatos tudásoknak a szervesítéséről. Én nagyjából olyan 7 évvel ezelőtt azt érzékeltem, hogy a vízzel kapcsolatban nagyjából 150 féle tudás van, 150 féle tudás van, amelyek 5-10, 20-100, 200, 500 éve nem beszélnek egymással. És ennek a horizontalitás programnak, ugye a horizontalitás mellérendelő típusú dolgot jelent, úgy tűnik, hogy nagyon fontos része az, hogy a tájjal, az éghajlattal, a vízzel, az élelemmel kapcsolatban rengeteg minden olyan tudás van, ami szervesítésre vár. Tudjuk, hogy egyetlen szakma nem képes fenntarthatót alkotni, bármelyik is legyen az. És innentől izgalmas az, hogy valójában mennyi is az, amennyinek a szervesítésére ahhoz szükség van, hogy megpróbáljuk majd megközelíteni azt, ami a valódi fenntartható. Úgyhogy Évával egyébként a Vízválasztó nevű fantasztikus konferencián futottuk össze, az Agrárminisztériumban, és örültem neki akkor, amikor az Adásvai Bertalannak egy könyvét, vagy egy kis üzenét elkérted, ami a mohácsiak állattartásáról szól, 1685 és 1848 között. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy amit Zoli mondott, ugye a Németh Zoli az ezer éves hagyományokról, vannak már közelebbiek is, amik föl vannak gyűjtve, és amik rendelkezésre állnak ahhoz, hogy egy valódi szerves műveltség, egy a természettel együttműködő műveltség kerüljön, aztán valamilyen módon polodra, vagy erősödjön meg. Remélem, hogy ez sikerül majd. Úgyhogy akkor átadnánk Évának a szót. Köszönöm szépen. Nem vagyok benne a programban, ugyanis nem most, de nem régen jöttem haza Ausztráliából, ahol 30 évig éltem, és még úgy nem épültem be a hazai előadói körökbe, de mint Lajos mondja, hogy itt találkozom kollégákkal, érdekes közéleti szereplőkkel, én is rájövök meg ők is, hogy sok minden érdekes tudás van, amit a 30 év alatt Ausztráliában megtanultam, összeszedtem, és szeretnék ebből a tudásból egy-egy morzsát átadni. Most valóban csak egy morzsa lesz, mert Lajos volt olyan kedves, az ő előadói idejéből adott nekem néhány percet, úgyhogy most igazából csak egy dologról szeretnék beszélni, egy jó példáról Ausztráliában, ami már megvalósult, ugye kapcsolódik az előző előadáshoz, hogy mi az, ami most rosszul megy itt? Hát Ausztráliában is van szárazság, van nagyon sok probléma, de vannak azért jó példák is, és ezt szeretném leginkább megmutatni. Tehát ez egy hosszabb előadásból egy néhány kis morzsácska, úgyhogy nagyon gyorsan át fogok néhány dián menni. Ezt csak azért mutatom, hogy Ausztrália akkora, mint Európa. Tehát nem egy országról, hanem egy kontinensről van szó, és 30 év alatt, tehát úgy nagyjából bejártam az egészet, nem mint turista, hanem az Ausztrál Nemzeti Egyetemen dolgoztam, mint kutató, földtudományokkal foglalkoztam, geofizikával, vízkutatással, paleoklíma, tehát a klímatörténettel és efféle dolgokkal. Na most, számomra ez az igazi Ausztrália térkép, ez az őslakók nyelvi törzseinek a térképe. És ők a nyelvvel határozzák meg magukat, tehát magyarából ennyi törzs, ennyi nép, őslakó nép van ma Ausztráliában.
hogy ennyi volt, ugye nem tudjuk, mert az eléggé közismert, hogy a fehérek, amikor oda megérkeztek, akkor mit csináltak, de azért sok nyelv és sok kultúra túlélte azt a mészállást, amiről nem is szeretek beszélni. Az őslakoknak egészen más a kultúrája, mint az európai, és nem sokat tudtam, szinte semmit, amikor 1989-ben oda megérkeztünk, és jó pár évig nem is találkoztam egyetlen egy őslakóval sem, mert Melbourneben a Monash Egyetemen dolgoztunk, és ott egyszerűen nem voltak őslakók, csak fehérek. Aztán ahogy messzebb tájakra elkerültem, egy-egy fekete arccal, így messziről találkoztam velük, de jó sokáig tartottam, mire, hogy úgy mondjam, mertem átívelni ezt a több tízezer évnyi kulturális különbséget, ami ahhoz kell, hogy egyáltalán beszélgetni tudjunk. Itt azt mutatom, hogy mikor már megismertem jó páros lakót, és ma is vannak barátaim, akikkel a Facebookon szinte napi kapcsolatban vagyok. Tehát ez nem egy mód, ez egy folyamatos, nagyon érdekes és rendkívül szívmelengető kapcsolatrendszer. És rájöttem, hogy sokkal hasonlóbbak vagyunk, mint ahogy azt képzeltem. Itt például azt mutatom, hogy ugyan nekik tárgyi kultúrájuk hagyományosan nagyon kevés, de szellemileg rendkívül érdekes a kultúrájuk. Például ez a madzaggal való játék, ez szinte ugyanolyan, mint ami nálunk is van, ahogy így ezeket ismerik biztos a gyerekek játszák, hogy újról átveszik egyik gyerek a másiknak, és akkor egyre bonyolultabb minták jönnek létre. Hát önálló pontosan ugyanez a játék megvan, és nem a fehérektől vették át, hanem már ős idők óta. Na most itt néhány nagyon régi fotót mutatok. A fehérek megérkezése után az 1800-as években, az első 10-20 évben készültek olyan fotók, amik még az őslakók eredeti kultúrában, az eredeti módon való ünnepeit, viselkedését örökítették meg. Sajnos nagyon hamar ez az egész rendszer, ez darabokra lett zúzva, és ugye a mai festmények, a mai őslakó viselet, a mai hagyományok, ezek már csak olyan kis cserepek, amiből nagyon nehéz visszaállítani, hogy hogyan is lehetett. Sajnos az angol szászok szinte egyáltalán nem értették meg azt, hogy mit látnak, és ezeken a fotókon olyan ősi ceremóniákról látunk pillanatképeket, aminek a lényegét nem tudjuk, mert amit írtak róla, az szinte teljesen hamis, vagy rosszul értelmezték. Az minden esetre biztos, hogy nem voltak tárgyaik, hanem a földön, a földre épített kis pici, ilyen halmokkal, ilyen kis szoborszerű alakokkal végezték a rituáléjukat. És hát itt kezd kapcsolódni ahhoz, amiről beszélni szeretnék, hogy az ausztrál őslakók annyira a tájban éltek, és annyira kötődtek a tájhoz, hogy még ma is teljesen a részei, nem a városban élő, hanem a távolabbi településen élők a tájnak. Nem tudják magukat a tájtól külön értelmezni, ugyanúgy, ahogy mi sem tudjuk mondjuk a szüleinktől vagy a gyermekeinktől. Tehát egy rendkívül erős kapcsolatuk van a tájjal, és ami nagyon meglepő volt, és akkor az alatt történt, amíg Ausztráliában voltam, ugye mi úgy tudjuk, hogy az ausztrális lakók azok haláztak, vadáztak, és nem volt mezőgazdaságuk. Most kiderült, hogy de igen volt. Csak annyira ügyesen csinálták, hogy nem vették észre a fehérek.
hogy itt mezőgazdaság folyt. Tehát az állattenyésztés, a földművelés az gyakorlatilag teljes mértékben a tájjal együtt történt, nem húztak kerítéseket, nem voltak istállók, hanem például az állatokat úgy terelték, hogy bizonyos helyeken csináltak egy kis bozott tüzet, ami ott majdnem olyan, mint itt nálunk a kaszálás. Tehát az a természet körforgásának a része az éves bozott tűz, de ők akkor is úgy gyújtották föl a területet, hogy azzal az állatokat terelték bizonyos irányba, ahova ők terelni akarták. Vagy például a halas tavaik is voltak, de azokat se vették észre egész sokáig a fehérek. Ugyanis csak kőgátakkal terelgették a halakat, olyan, bocsánat, csak néha angolul jutnak eszembe a szavak, tehát olyan ilyen árterületekre, ahol utána ott rekedtek. És ezer példát lehetne mondani, februárban majd tartok egy külön előadást ezekről. Most csak azt szeretném megértetni, hogy egy rendkívül bonyolult és rendkívül hatásos életmódot éltek, hiszen körülbelül 70 ezer éve élnek az őslakók Ausztráliában, és a 70 ezer év alatt nem tették tönkre a kontinenst, hanem gyönyörűen és békésen éltek. Itt egy másik ilyen nagyon kevés és nagyon értékesek ezek a fotók, kevés van belőlük, valamiféle vízzel kapcsolatos szertartás az látszik. Itt egy másik. Hát ezek a modern festmények, de ezek is mind a tájat ábrázolják. Tehát ezek fölülről, mint egy légifotó mutatják a tájat. És mindegyikhez történetek is kapcsolódnak. Ezt most átugorjuk. Krokodilokat. Itt is voltam. Voltam az Antarktiszon, és arról is majd egyszer máskor mesélek. Dolgoztam aranybányákban, és aranybányászattal kapcsolatos ásványkutatásban, de abba hagytam, mert nem tudtam elviselni azt, ahogyan az aranybányász cégek oda mennek, mondjuk Pápua-Új-Guineába, és tönkre teszik ott az ottani emberek életterét. Ezt is átugoljuk. Ez a konyha, ilyen helyen lakom Ausztráliában, konyhaablakomból ilyet látni, egy kis valamit. Nos, ez a fő téma, nagyon gyorsan. Peter Andrews egy ausztrál farmer, aki versenylovakat tenyésztett, és rájött arra, hogy nem jól csináljuk, mondta ő. Ugye úgy gazdálkodtak eredetileg, ahogy Angliában a farmerek szoktak, és azokra a dolgokra jött rá, amiről az előző előadásban hallottunk, hogy a természetnek a formáit kell visszaállítani, hogy a vizeket magasan kell tartani, szét kell teríteni a tájban, meg kell tartani a vizet a tájba, pont az ellenkezője, mint ahogyan általában a farmerek művelték a területeiket. Ugye egy ausztrál farm az sokkal, de sokkal nagyobb, mint egy magyar. Tehát a táj egységekkel egyező méretű. Körülbelül 20 évig egyszerűen nem fogadták el, körülbelül 20 évig küzdött Peter Andrews, hogy az elméletét nem mondják rá, hogy ez egy őrültség, addig, amíg az ottani kutatóintézetekből egy-két kutató mögé állt, és ugye nem a folyók mélyítése, hanem a szétterítése. Tehát az elmélet az ugyanaz, amit idáig hallottunk. Írt is egy könyvet, Back from the Brink, tehát a végnapokból a visszatérés. Tehát ez az a könyv, amire szükség van. Ezt meg lehet vásárolni az Amazonról. Javaslom, aki tud angolul és érdekli a téma, az
mindenképpen rendelje meg és olvassa el. És ahol most tartunk, az az, hogy egy egész intézet szerveződött a Peter Andrewsnak az elméletére, erre a tájban vizet megtartó gazdálkodásra. A farmereknek olyan kurzusokat tartanak, amit az állam finanszíroz egy-egy napos, nem irodában, hanem kimennek egy-egy területre, és ott fákat bedöntenek a vízfolyásokba, ugye, amit itt a hód gátak, annak megfelelője. A gépekkel egy kicsit idébb tolnak, meg odébb tolnak földkupacokat, és ilyen tájból, tehát a bal oldali ugye az előtte, a jobb oldali pedig az utána, néhány év alatt hatalmas eredményeket érnek el. És ez most már egész Ausztráliában elterjed. Ezt az egy szót kell megjegyezni, hogy The Mulmun Institute, a Mulmun intézmény, és az ő honlapjukon meg lehet találni rengeteg információt. Vége lejárt az időm, úgyhogy itt most abba hagyom, februárban majd egy teljes előadást tarthatok, és akkor beszélek a részletekről. Tehát nincs minden elveszve.